Itt a szexádik kiskorzó térnél támadta meg a banda a két sértettet. Éjszaka rontottak rájuk, kábítószeres elszámolási vita miatt. Ütni és rúgni kezdték őket, majd amikor földre kerültek, folytatták a tettüket. Leginkább az áldozatok fejét támadták. Végül egyikőjük életveszélyes sérülést szenvedett. Az ügyben most született bírósági ítélet, mind a hat támadót börtönbe küldték. A bíróság különböző szabadságvesztéseket szabott ki a vádlottakkal szemben. A legenyhébb szabadságvesztés 4 év fegyház, a legsúlyosabb 6,5 év fegyház, illetőleg feltételes szabadságra bocsátás kedvezményére is lehetőséget adott a bíróság. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a 6 vádlott enyhítésért fellebbezett.